Többek között Székesfehérvár, Tatabánya és Debrecen után Nyíregyházán is nyílt erdei delikátesz. Az üzlet átadó ünnepségén az állami földekért felelős helyettes államtitkár azt mondta, kiváló minőségű és Európa szerte híres vathús érhető el hazánkban, azonban kevés ilyen húst fogyasztanak a magyar emberek. Fejenként évente ez egy 40 dekás mennyiség csak. Tudva azt, hogy azért mondjuk sertésből 20-25 kg között mozog ez az mennyiség, vagy mondjuk csirkéből is hasonló, akkor azért látjuk, hogy hát ez éppen hogy csak valami. Ezért örülünk annak, hogyha a kiváló minőségű bio alapanyagként is számon tartható magyar vathúst minél több helyen az országban rendelkezésre tudjuk bocsátani. Már teljes olyan bolti kiszerelésben, ahogy a háziasszonyok meg tudják egy ünnepi asztalhoz vásárolni. A vathús alacsony mértékű fogyasztásának oka nem csak a húsok elérhetősége, hanem azok konyhai felhasználásával kapcsolatos ismeretek hiánya. A magyarok többsége a gasztronómiai különlegességeket nem ismeri, nem használja, véli a Magyar Klaszterek Szövetségének elnöke, aki szerint a konyhakész termékek megjelenésével növekedhet a vathús fogyasztás. Innovációnk az volt, hogy nézzük meg a vathúsnak azt a lehetőségét, hogy hogy lehet a mai gasztronómiai technológiákhoz hozzáigazítani, hogy lehet olyan ételeket készíteni belőle, termékeket, amit már mai nap emberek is szívesen fogyasztanak és ismerni fognak. Innen indult el az alap. Ehhez jött a Vadexnek a csodálatos ötlete, hogy Erdei Delikátesz hálózat címén minden megyei székhelyre telepítsünk egy üzletet, ahol ezek a termékek és általában az erdei termékek elérhetőek lesznek. A nyíregyházi erdei delikátesz helyi családi vállalkozásként üzemel.